kedvelt sport a vízisí a Gergely-ugornyai strandon. Sokan töltötték az idei nyarat is a folyó mellett. Ez derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség statisztikájából is. Tokaj és Nyíregyháza az egynapos látogatások tekintetében került a legnépszerűbb célpontok közé. De Nyíregyháza és Tokaj mellett idén Vásárosnamény is nagyszámú turistát tudott a térségbe csábítani. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy azok a vendégek által, turisták által kedvelt helyszíneink, gondolok itt a Gergely-ugornyai Tiszapartra, a Gergely-ugornyai Atlantikára, a Movie Planetre, a Szilva termális wellnessfürdőnkre újra be tudjon indulni, és persze ebben jelentős szerepe volt a Turinform irodánk, akik rendre turisztikai programokkal, túrákkal, kirándulásokkal várták a ideérkezőket. Nagyon fontos volt az, hogy végre Gergely-ugornyán a Berek szíve üdülőközpontot fel tudtuk lendíteni, és a Kajakörny Szövetséggel a vízitúrákat be tudtuk építeni a megyei és országos rendszerbe, valamint a kerékpáros túrákat is beillesztettük, hiszen ne feledjük azt sem, hogy úgy a középkori templomok útja, mint a vízitúrák, mint a kerékpáros túrák nagyon komoly létszámot vonzanak, és elmondhatjuk azt, hogy ezek a számok, ha most nem is tudom még konkrétan számszor isteni, növekvő tendenciát mutattak az időn. Idén, és hadd mondjak még egy dolgot, hiszen Vásárosnamény volt az egyik kiemelt vidéki helyszíne az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállításnak, amely nagyságrendileg mindegy 50 ezer látogatót számolhatott meg a 3 héten keresztül, és az a szám mindenképpen erősíteni fogja azt a tendenciát, amit mi is érzünk, hogy a nyári számaink, a turisták, az ide látogatók száma, a vendégészakák száma növekedett az idén. A folyamatosan megújuló Gergely-ugornyai Tiszaparton az infrastruktúrális beruházások mintegy 300 milliós nagyságrendben fejeződnek be az idén. Filip Sándor polgármester elmondta, nagyon sokan vették igénybe a szállásfejlesztési forrásokat, amelynek következtében Vásárosnamény turisztikai palettája egyre népszerűbb a külföldi turisták számára is. Egyre több a külföldi, nagyon sokan érkeznek Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, épp ezért valamennyi programot úgy építjük föl, hogy figyelembe véve a határon átkelés időszakonkénti nehézségeit is, ugyanakkor azt is, hogy a járványi szabályok minden országban eltérőek, de minél többeket tudjunk megszólítani határon innen és határon túl, hiszen Vásárosnamény egy speciális helyzetben lévő település, nem csak 4 folyónk van, hanem a közelben 3 határral vagyunk határosak, ennek minden felelősségével és minden tudatosságával készülünk a jövőre. Ezt a grafikát a Központi Statisztikai Hivatal hozta nyilvánosságra. Azt mutatja, hogy hogyan változott a vendégészakák száma az elmúlt 3 évben. Látszik, hogy a 2020-as évi adatokat az idei felülmúlta, és már majdnem megközelítette a járvány előtti 2019-es szintet. Az összesített belföldi éjszakák tekintetében a KSH 2020. októberében 900 ezer vendég éjszakáról számolt be, idén pedig mintegy 1 millióról, ami lényegesen közelebb került a 2019-es adatokhoz. A járvány előtti időszakban ugyanis ez a szám 1,2 millió volt.